Itt van például ő, azaz, hogy ott. Ő hangunkipőke, amikor még kislány volt. Amikor még úgy volt, hogy anya, apa és ő a gyermek, ők hárman jelentik az egész világot. Aztán minden elmúlt. Az történt, hogy elég az hozzá, hogy a mamája, az ő örökké mosolygó csupaszív anyukája beteg. Az olvasópróbák kezdete előtt azt mondtad, hogy egy nagyon izgalmas próba folyamat elé néztek. Izgalmas lett? Mindenképpen. Mindenképpen egy izgalmas próba folyamat. Nagyon-nagyon sokat kísérleteztünk, amit már akkor is elmondtam azzal, hogy lehet ezt a sokféle stílust ötvözni, és igényesen egy kalap alá tenni. Úgyhogy... Igen, egy nagyon-nagyon izgalmas próba folyamatnak a vége felé járunk már. A színészek mennyire segítettek neked abban, hogy ez teljes egészé váljon ez a darab? Rengeteget ötleteltünk együtt, és nagyon-nagyon sok minden kikerült belőle, nagyon-nagyon sok mindent átfogalmaztunk, áthangszereltünk, hogy így mondjam, több értelemben is, tehát kerestük a daloknak is azokat a fajta karaktereit, ami jól áll egy-egy karakterhez, és ezekben is volt rengetegféle variáció, és ebben nagyon sokat segítettek, és sokat is köszönhetek nekik. Egy jófajta diskurzus tudott kialakulni ebben. Nem csak a próbák voltak különlegesek, hanem maga az elkészült darab is különleges lett, ha másért nem azért, mert itt nem a megszokott mostoha van, hanem Úrmai Gábor. Igen, ez onnan indult ez a történet, hogy az operából indultunk ki, ahol mostoha apuka van a történetben, és akkor arra gondoltunk, hogy végül is, ha valaki mostoha anya, akkor valahogy föl kell venni az apa szerepet is, és akkor így gondoltuk ezt a kettőt összemosni, hogy benne megvan mind a kettő. Az anyáskodó, a pipiskedő, a nőiesség, de néha pedig úgy kell rászólni akár a mostohájára, akár a saját lányaira, mint egy apa. Hogyan fogadta Gábor, hogy ő lesz a mostoha, és hogyan sikerült ezt ténylegesen színpadra állítania szerinted, mint rendező? Eleinte szerintem nem fogadta ezt ő rosszul. Igazából ami kételyként egyáltalán fölmerült, hogy mi lehet majd ennek a visszajelzése, vagy mik lehetnek a visszajelzések, hogy nem lesz ez visszatetsző. Éppen ezért abban állapodtunk meg, hogy nem kell a nőiséget különösebben pluszban erőltetni, tehát nem kell egy, most nem akarom rosszul mondani, egy transvesztitát játszani ebben a történetben, hanem ez tényleg nagyon vékony, ez a határvonal, amiben ő neki mozognia kell, és ebben nagyon, nagyon pontosan és jól tudtunk szerintem együtt dolgozni. Hamupipőkének a történetét mindenki ismeri, egy igazi klasszikus. Szerinted ez a darab mivel ad többet a nézőknek, mint mondjuk a Disney film? Ez a darab mindenképpen jóval egyértelműbben szeretne fogalmazni arról a kérdésről, hogy mi okoz bennünk olyasfajta gátakat, amiket elhitetnek velünk, hogy nem vagyunk képesek igazából semmire, hogy minket elnyomnak. Ezeket a szélsőségeket, vagy ezeket a helyzeteket igyekszik sokkal tömörebben megfogalmazni, és mindenképpen ezen van a fő hangsúly, hogy valaki hogy jut el oda, hogy elhiszi, hogy akár még ő is érdemes lehet egy szebb és tisztább életre. Éppen ezért engem illik mindenek előtt, páros túl rendileg,
üdvözölni. Minden kislány egyik álmát testesíted meg, te hamupipőke lehettél most. Milyen érzés hamupipőkeként színpadon állni? Az az érdekes, hogy én voltam az a kislány, akinek soha nem volt álma hamupipőkének lenni, de azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon szeretem, egy nagyon-nagyon kedves feladat és egy kedves előadás lesz, reményeim szerint. Milyenek voltak a próbák? Ami inkább számomra megerőltető volt, az, hogy hitelesen is jól tudjam ezeket a Rossini dalokat visszaadni, ária részleteket, úgyhogy azok azért egészen igénybe vettek. Egyébként nagyon jó hangulatban telt a próba folyamat. Ugye mondtad, hogy te nem akartál hamupipőke lenni, de biztos voltak olyan jellemvonásai, ami azért közel állt hozzád. Hát igazából a harmadik lány vagyok a családban, bár a sajátjaim, tehát nem mostoha testvéreim, tulajdonképpen talán ebben. És nyilván, ha akarnék párhuzamot vonni az életemben, akkor találnék igen olyan jellemvonásokat, amikor az ember beleszokik egy-egy helyzetbe. De egyébként nem tudom magam egy az egyben azonosítani a karakterrel. Én 13. avagy megboldogult Boldizsár király nyugtassák az istenek. Fiának, örökösének, délceg, ám csepet fészek sorjának első, avagy leszármazott Gáspárnak belső pitvarmestere, szókistárnoka, valamint meghatalmazott agykövete vagyok. És első, avagy leszármazott Gáspár, a szembeszívű trónörökös, megboldogult édesatjának királyi végakarata szerint, jóra való, de trónra való feleséget keres magának. Ezért udvari és tróntermi tárcigalmat kegyeskedik rendezni, melyre ezúton meghívja városunk valamennyi sejemhajú hajadonát. Közöttük 7 zsákni asszonyság 3 virágzó leányát, hogy közülük válasszon Mátkát. Ne akar folyton félbeszakítani, mert részben nem illő, másrészt lehetetlen. Íme! Az aranyszegélyű, ezüstbetűs meghívó, melyben minden báli dáridó szabály és illen tudnivaló benne foglaltatik. Köszönj meg mély bókkal a királyi kegyet, én pedig ahogy jöttem, megyek. Mondtad itt a daloknak a hitelességét, hogy az azért egy kihívás volt a számodra. Volt-e ezen kívül még valami, ami esetleg megnehezítette mondjuk a próbákat? Azt nem gondolnám, hogy a próbákat bármi egyéb ilyen módon megnehezítette, erre sem azt gondolom, hogy megnehezítette, csak ez egyfajta edzettséget és hangi adottságot, és annak az adottságnak a karbantartását is igényli az, hogy valaki ilyen módon tudjon klasszikus áriákat énekelni. Ebbe hirtelen is hamar kellett beleedződjek, hiszen nem minden nap vannak ebben a színházban ilyen feladatok. Tulajdonképpen tényleg ez volt az egyetlen, ami a napi edzést igényelte. Hogyha van hamupipőke és hercegnő, akkor lennie kell ugye egy királyfinak is, vagy egy hercegfiúnak. Hát Munkácsi Anitának szerencséje van, mert már megvan a hercege. Hamupipőke története ebből a szempontból mennyire volt hasonló a tiédhez? Egyáltalán nem volt hasonló. Én nagyon hamar megtaláltam a hercegemet is, és nagyon régóta egy párt alkotunk. Az én hercegem az előadásban Martinkovics Máté, akivel már volt alkalmunk egy párt alakítani a Gyilkosság meghirdetve előadásban. Hát a Máté egy csupa szív, egy nagyon, nagyon jó partner. Igazából azt hiszem, hogy nem is kívánhattam volna jobbat. Szerinted hamupipőke, az ő karaktere, az ő külseje és a jellemvonásai mit üzennek a mai fiatal kislányoknak? Mi az, amit a leginkább át tudsz adni nekik? Igazából azt gondolom, hogy hamupipőkében van egy olyan tisztaság, ami segít neki abban, hogy elviselje azokat akár a megaláztatásokat, amit az ő családjától elszenved. Tehát segít neki ezekben a dolgokban, hogy átvészelje, de ugyanaz a tisztaság talán az oka annak, hogy benne ragad valamiben, és nem mer saját maga lenni, nem mer dönteni. Nyilván ennek, ha most ezt egy családban vizsgálnánk, akkor azért vannak különböző dolgok, amik befolyásolnak egy életet. Én azt gondolom, hogy a szerelem, a tiszta szerelem, a jóság és a kedvesség, az nagyon fontos, ahogy a mások felé nyitunk és másokkal viselkedünk, ez mindenképpen lehet példaértékű. Árruhádban, aki megszeret, téged akar majd a lelkedet, nem a királyi pompát, kincseket.
És ne feledd, drága atyád, a megboldogult király utolsó kívánsága volt. Nősülj meg, és foglald el a trónt. Szabadat adtad, hogy megteszed, és én, a nevelőd, segítek neked. Azt mondod karnyújtásért? Vagy talán még közelebb. Na de... Ugyan, Gáspár, helyén a szíved! Az az, hogy igen, a végén minden a helyére kerül. Csak tartsd nyitva a szemed. Tükrös szíved ketté hasad. Összetörték. Nem ér már egy lyukas vasat. Az enyém is ilyen éppen. Majd meghasad szégyenében. Meg lesz ennek még az ára. Meg is adják nem sokára. Kicsit poros, kicsit sáros, de szépsége kiváltságos. Vedd el érte rejtett vagyonkámat. Így megoszlik majd a bálat. Megköszönöm, igen szépen. De várj! Hová sietsz? Tán a bálba? Ilyen vársat rossz ruhába.